tájírtás, amit így rendeztél. De minden tele van ezekkel. Nézd. Nagyon jól mászik hegyet. Na, nagyon ügyes. Nagyon megváltozott a képe ennek a területnek, amit megérkeztél, Csukka. Szia, vidám fej! Kitépett gyomokkal, lecsupált ágakkal. Nagyon kemény munkát végeztél. Igen. Ez a kedvenc helyed, Csutka? Mit lettél ennyire vizes? Hát a harmadtól valószínűleg. Kicsit esett tegnap, és nedves a fű. Nézd, csupál. Folyamatosan csupál. Minden leágazást meg kell szüntetni. Csak... Az érdekes, hogy egy nagyon-nagyon, tehát nagyon konkrét koncepciója van arról. Hogy kéne lennie. Igen. Igen, hogyha már van egy ilyen, ami kiáll a földből, amin nincsenek leágazások, az ő műve. Abszolút. Valahogy az ágakról él a fejében egy ilyen platóni idea. Hogy az egyenes kell, hogy legyen. És mindent megpróbál olyanná alakítani. Azt szeretné, hogy párhuzamosan elrendezett egyenes ágokból álljon a világ. Hát igen, azt kéne. Itt nagyon-nagyon nagy a rendetlenség. Hát majd én rendet rakok itt gozón. Ha Isten és a természet ilyen rossz munkát végeztek, akkor itt rám van szükség. Mert én legalább tudom a dolgom. Csutka! Á, fúj, nagyon vizes vagy, Csutka. Annyira vidám a Csutka. Hát ez most jó poén volt, Miklóska. Nézd, mennyire értékeli. Ez a viccet reggel még nem szerette. Igen, néha erről a viccről azt gondolja, hogy kibaszott szar vicc. Néha meg azt gondolja, hogy szuper. Most, remek kutya humor. Most ez a... Most jó nagyon. Időzítés, jó ív, munka, minden. Szép, szép humor volt, Miklóskám. Kivártál vele, mintha nem csinálnád, de tudtuk, hogy lesz, aztán pont jókor lett, jól van, csak így tovább. Igen, a humorról is nagyon konkrét véleménye van. Ez mi a terv, Csutka? Hát, hogy ne legyenek leágazások, az nem jó. Most meg kell oldani. Jézusom. Te mániákus vagy, Dolfi. Igen, van benne egy ilyen ős harag. Egy ilyen, ez a mély igazságérzet, hogy kéne a dolgoknak lenni. Ez nagyon rosszul volt ott. De ugye nem eszed meg, Csuka? Nem, megrágja és kiköpi. Ez fantasztikus, hogy kiköpött ágakkal van tele. Most ott köpködik. Szerintem ő tényleg hisz benne, hogy ez egy fontos küldetés. Hát, hogy tényleg az. Lehet, hogy mi tévedünk. Lehet, hogy meglátjuk egyszer azt, hogy milyen az, amikor ő befejezi a munkát, akkor azt látjuk, hogy bazd meg, hogy ezt akartad, ez nagyon durva. Ez kurva jó lett, igen. Ez a kedvenc helyem, gazon most. Itt a ramlától föl ez a kis füves teraszos rész. Csutkának is ez a kedvenc helyem, meg nekem is, ez a legjobb hely. Ide kérne jönni piknikezni. Igen, most is piknikezhettünk volna. Ha hoztunk volna kaját, de és asztali szerepjátékozni is jöhetnünk ide. Igen. Hú, de jó lenne, ha lenne egy kakaónk, meg halácsunk. Jó, legközelebb hozzunk. Legközelebb hozzunk.